A Rábéi Ágoston Ilona megboldogult férjének sírját megkímélték a vandálok. Az idős hölgy szerint a migránsokkal sok gond van a faluban. A falu végén lakok, ott mindig vannak. Én nálam is begyűnnek az udvarba, ott a tojást összeszedte, elvitte, kiugrottak erbe bele. Az istálókból a diót, gyerekeim, nagyon félök, egy szál, egy magam vagyok, a tata mög, ott a gyerekek oda vannak, Majdányó oroszlámoson, hogy ott dolgoznak, munkában vannak. Én meg magam ott a falu végén, nehéz az élet, de itt kell élnöm, mert itt vagyok. A Rábéi temetőben 8 sírhelyet gyaláztak meg. A helyiek szerint ellehetetlenül az élet a településen tanyázó migránsok miatt. A legnagyobb problémánk velük az, hogy ugye a köznyugalmat megzavarják, a lakatlan házakba bemennek éjszakázni, egyszerűen kezdik ellehetetleníteni az itteni életet. A Rábéi temetőbe többek között Pásztor István is kilátogatott. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke azt mondta, hogy amint megtudta, hogy mi történt az észak-bánáti faluban, azonnal értesítette Alexander Vulin szerb belügyminisztert. A Vajdasági Magyar Szövetség eddig is és ezután is, én személy szerint is, különösen azért, mert még érintettségem is van ebben a két faluban, még a Rábéi temetőben is, mert az őseimnek egyike másika itt van eltemetve. Mi folyamatosan beszélünk erről. Felelősségteljesen, nem cirkuszolva, nem feszültséget teremtve, de folyamatosan beszélünk erről, és folyamatosan fogunk erről beszélni is, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy erre a jelenségre ráirányítsuk a figyelmet, hogy a döntéshozók észbe kapjanak, hogy fontosabb a saját polgáraink biztonsága, mint az a kép, amit valakik Nyugat-Európában mi rólunk kialakítanak a segítség vonatkozásában. A Rábéi temetőben történt kegyelet sértést Radovan Uverić török kanizsa község elnöke is elítélte. Nadam se će policija u najskorije vreme pronaći počinioca. Za sada imamo neka ajde saznanja, čak ja kao predsednik opštine da se radi o migrantima. Ovde kao što svi znaju, posebno u Majdanu, Rabeu, Đali i Krsturu, pograničnim mjestima imamo već godinama povećan broj migranata, ali kažem do sada se ovakav još incident nije desio. Majdanyi és Rábéi környékén jelenleg is sok migráns tartózkodik, folyamatosan próbálnak átszökni az Európai Unió területére. Some people here before 3 months, 4 months, 6 months sitting here, okay? Some people you won't go Europe, German, Nimsa, Holanda, the family there, okay? But too much heart in the Roman and Bordan, too much heart. Because some day, every day I go there, then come here, what I do? A szerb-magyar határon lévő kerítés a hármas határkőig húzódik, ezért a Majdányon és Rábén tanyázó migránsok többsége abban bízik, hogy valahogy át tud szökni Romániába, majd onnan Magyarországra.